Tisztelettel köszöntöm hűséges nézőinket, önök a Kabai Városi Televízió adását látják 2012. december 26-án, szerdán, karácsony második napján. Köszönjük, hogy a meghitt családi ünneplések közepette is minket választottak. Most, hogy ezen az újabban beharangozott világ végén is túl vagyunk, a maják naptára után térjünk vissza a Gergely naptárra, melyből könnyedén megfejthetjük, hogy újra egy kedves dátum érkezett el. Erre a pár napra felejtsünk el a mindennapok rutinjából a napi rohanást, és bár az utolsó pillanatokban még lehetett ajándékokért, apróságokért rohangálni, és a karácsonyi készülődésnél is legyünk türelmesek, minden elkészül, és a fa sem fog ferdén állni. Ennek a néhány napnak sajátos, kézzel nem fogható hangulata, varázsa van, éljük meg minden percét, mert újra csak egy év múlva jövő karácsonykor jön el. Töltse mindenki szeretteivel, barátaival, vagy akár egymaga az ünnepet, mi a magunk részéről kívánunk békés, boldog karácsonyi ünnepeket. Remélem az ünnepi hangulatban a Kabai Városi Televízió ünnepi adására is lesz idejük. Ha valakinek a karácsonyi forgatagban csak interneten van ideje elérni minket, akkor műsorunkat továbbra is megtalálják a Facebookon, a legnépszerűbb közösségi portálon ajánljuk magunkat, illetve adásainkat nézőink figyelmébe. A Kabai Városi Televíziót továbbra is megtekinthetik honlapunkon, a www.forrástv.hu oldalon, ahol külön-külön is megnézhetik az egyes műsor részeket. Ha valakinek nincs internete, vagy lemaradt adásunkról, akkor továbbra is lehetősége nyílik a Gonda Ferenc Városi Könyvtárban az általunk leadott DVD-korongokat kikölcsönözni. A későbbiekben bármilyen észrevételük, javaslatuk van műsorunkkal kapcsolatban, akkor kérem, nyugodtan keressenek engem, mint a műsor felelős szerkesztőjét. Nagy Bálint László vagyok, telefonszámom 0630 380 90 91, és természetesen várjuk e-mailjeiket is a forrástv1@gmail.com oldalra. Természetesen a karácsonyi varázslat mai műsorunkat is átjárja, hisz egyrészt a Kabai főtéren megrendezett hagyományos adventi összejövetel képeit most is rögzítettük, másrészt az egyéb helyszíneken is szívet melengető műsorokat szerkesztettünk mai adásunkba. Nézzük tehát, hogy mit kínálunk a mai ünnepnapon kedves nézőinknek. A Mácsai Vegyes Kórus hetek óta újra együtt gyakorolt, hogy színvonalas dalos összeállításukkal még inkább emeljék az ünnep fényét. Hangulatos karácsonyi műsort adtak a művészeti iskolások a művelődési házban. Advent 4. vasárnapján az utolsó gyertyát is meggyújtották a Kabai főtéren elhelyezett hatalmas adventi koszorún, az ünnepi pillanatot pedig ezúttal a Szeredás Népzenei Együttes tagjainak varázslatos műsora tette még élvezetesebbé. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Mácsai Vegyes Kar újra szívet melengető dalos műsorral lepte meg a kabai hallgatóságot. Az összeállítást december 21-én pénteken a művelődési ház előtti téren is előadták zenés ünnepváró címmel, de a református templomban advent 4. vasárnapján megtartott Isten tiszteleten is megörvendeztették a gyülekezet tagjait. Ha valaki lemaradt a karácsonyi dalcsokorról, most meghallgathatja műsorunkban. Ez jár az bizonyságtételen. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ez vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? Kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt? Nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választhatassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta mondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelsz. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. Aki utánam jön,
és akinek sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Ebből a pár kiemelt válaszból is érezhetjük, mennyire színesek a felületek. És mi mindannyian hozzátehetjük a sajátunkat, most karácsony tövében. Advent negyedik vasárnapja van, holnap karácsony, a kiigazítás, az átlépés lehetősége, utolsó lehetősége kívülállóból megérintetté válni. De ez csak örömmel és határozottan szabad megtenni. Erre a bátorságra tanít minket Bonhoeffer klasszikus versének néhány kulcsfontosságú sora is. Ki vagyok én? Ez vagy az? Hol ez, hol a maga? Egyszerre mindkettő. Másokat ámító, magában sápító hitvány valak? Vagy vert hat fut bennem szanaszét, a már kivívott győzelem elől? Ki vagyok én? Bárki kapkod gúnyol a magány, a gyötrelem, bárki vagy. Te tudod, ismersz. Tiéd vagyok, Istenem. Ámen.
Iskolás társaik, pedagógusaik és szüleik előtt nagy izgalommal mutatták be az AMK alapfokú művészeti iskola tanulói karácsonyi műsorukat. A december 21-én pénteken megtartott előadást Porcsin László rendezte. Hangozzatok jámbor legendák, zsolozsmák, bibliák, imák. Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, bóduljunk töményének szagán. Szép dolog ez. Így kell csinálni minden karácsony éjszakán. Kód Béla. Lehalkul a város szaja karácsony estére. Melengeti a lelkünket a kis gyertyák fénye. Megszületett a szeretet földünkre a napon, hogy a fáradt embereknek hitet, reményt adjunk. Kedves ünneplő közönség! Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatja a szeretet örök csengettyűjét. Ünneplőbe öltözik a világ. A szeretet bora lepi el a nappalokat és az éjszakákat. Jó lenne, ha a szeretetből nem csak három napig jutna az embereknek, mint ahogy a csodák tartanak, hanem egész évben szeretettel és békével gondolnánk egymásra. Karácsony kapcsán rengeteg szép gondolat hatja át lelkünket. A legfontosabb mégis az összetartozás érzése. Akár most, akár majd 24-én szűk családi körben, akkor lehetünk igazán boldogok és felkészültek a karácsony szép misztériumának befogadására, ha örömünket lejik egymásban. Ennél nagyobb ajándékot nem adhatunk, és nem kaphatunk. Kívánom ennek megélését minden kedves jelenlévőnek, a művészeti iskola tanulói nevében, akik a mai karácsonyi műsort adják, és valamint ezt kívánják felkészítő tanáraink, Jóna Szabolcs, László Noémi, Porcsin László és Szűcs Henriett. A habcsók a fár,
kándor, fehér fenyő. Édesanyám, a jegyzői karácsonyra küldenek az úrfiaknak szeretett csomagot. Mi nem küldünk édesapámnak? Hol is van édesapám? A Donnál, mondta büszkén a bátyja Józsi. Anyja fájó szívvel préselte ki magából. A jegyző úréknak könnyű volt a nagy fizetés, de én miből? Nektek könnyű. Küldjünk, édesanyám, küldjünk. De az ujját meg nem mozdítaná egyik se. A kicsi Anti a kályha mellé kuporodott, s kitört belőle a sírás. A nagyobbik szeméből is elindult két kövér könycsepp. Hányszor hallotta már, hogy ingyen eszi a kenyeret, hogy semmire se jó. Sírjatok, na, sírjatok, már este se legyen nyugtotok, mondta keserűen anyjuk. Hagyj el, édesanyám, ne búsuljon, szerzett pénzt édesapámnak, küldünk csomagot a Donhoz. Feküdjetek le, na, késő van. Másnap Józsi a központ felé menet elcsodálkozott, hogy mennyi karácsonyfa árus kínálgatja a kis fenyőfáit, és viszik is, mint a cukrot. Az egyik üzlet előtt iskolatársa Nagy Bertalan áll, édesapjával 10-15 fenyőcske mellett. Mennyiért adjátok? 50 fillér darabja, de holnap nem ilyet hozunk. Hát miért? Fehér fenyőt, az kapósabb. Pengő 50 darabja, igaz, messzebb kell érte menni. Hova? A nagy erdőre, a harom alá. Jóska boldogan futott haza. Anti, te, Antika, lesz csomag, meglátod, de mekkora. És elmondta, hogy mind gondolja. Én is megyek, én is. Ha nem édesanyámnak, nem mond, hová megyünk. Este beállítunk a fehér fenyővel. Hamar kiértek a faluból. Józsika, hány karácsonyfát hozunk? Hát, vagy hatot. Én négyet, te kettőt. Ha te négyet, akkor én is legalább hármat, jó? Nem bánom, csak bírjad. Hét fa bengő 50-nel számolva, 7x1 az 7, 7x5 35, az 10 bengő 50. Még marad is a pénzből. Azzal mi lesz? Mivel? Ami megmarad, azt elköltjük. Veszünk édesanyámnak meleg kesztyűt, s magunknak is 50 fillérért cukorkát. Boldogan mentek tovább. Te Jóska? Hajtotta fel a kabát gallériát a kicsi. Ahol édesapám van, ott nagy a hideg. Hát biztosan. Az út menti fenyvest figyelte, de csupa-csupa lucfenyő. Nagyobb hidegek vannak ott, mint itt. Feleletet nem kapott. Jóska a bozótra mutatott, és felkiáltott. Fehér fenyő! Téldig jártak a hóban. Újabb fenyő, aztán még egy. Né, ez jó lesz? Na, lélegzett fel, amikor kivágta. Egy már van. A kicsi meglátott egy 2 méterest. Nehezen ment a konyha késsel, végül, ha lassan is, de kivágták, és vonszolták maguk után. Antibakkancsán egyre nőtt a szakadás, fázni kezdett a lába. Már 4 fájuk volt, 6 pengő, örvendezett Jóska. Nézd ide, milyen szép! Mutatott egy 3 méteres fára. Ezért 2 pengőt is megadnak. Tényleg, helyeselt antibacogva, és magában számolni kezdett. Ha ez 2 pengő, akkor 7 fáért nem 10-50, hanem 11 pengőt kapnak. Jóska faragott, izzadt, nem érzett semmit, de Anti most már fázott kegyetlenül. Mégsem zavarta Jóskát, csak vágja, vágja, mennél hamarabb az 5. fát, még 2-t hamar terítenek. Na, hála Istennek, törölte meg izzadt homlokát, de miért dirdelegsz úgy? Nem, semmi, egy kicsit fázom. Hű az árgyélusát, gyere Anti, siessünk! Kereste a napot, de már csak aranyozott szegélyű felhőt látott a Hargita felett. Gyere, útközben még vágunk 2 kisebbet! Úgy osztották el a fákat, hogy Jóska vigyen 2 nagyot, Anti pedig 2 kicsit. Törtettek a fák és bokrok között, torony ránt lefele. Ezt levágom, jó-e? Antinak minden jó volt most, hogy folyamatosan haladtak. Már 2-3-3 cipeltek, mindegy akadtak meg velük az áldokban, bokrokban. A szél erősödött, Jóska keze is fázni kezdett. Izzadt, hátára jegesen tapadt az ing. Letették a fákat, fújták a kezüket. Ennyi elég lesz mára. A nagyért biztos megadják a 2 pengőt. Legfeljebb nem veszünk töltött cukorkát. Jó, egyezett bele kényszeredettem Anti. Arra gondolt, mégsem lesz 11 pengőjük. Maradt 9-50. Elszórt kutyaugatás hallatszott.
Fölöttük pislákolt a vacsoracsillag. Szaporodtak a borók a bokrok, tépték, húzták vissza a karácsonyfákat. A kezem! Jajdult fel Anti, letette a fát, és fújta, dörzsölte a kezét. Te Anti, én már nem bírom ezt a nagyot, itt hagyjuk, s inkább átveszek tőled egyet. Jó-e? Nem, tiltakozott a kicsi, sírásra görbülő szájjal. Mi lesz a csomaggal? Hogyne éppen a nagyot, a két pengőst? Elindultak. 10 lépés után Jóska felcsattan. Én itt hagyom, ha akarod, hozzad! Aztán szelídebben folytatta. Ettől még lesz csomag, legfennebb nem vesszük meg édesanyádnak a kesztyűt. Látod, cukorkát se veszünk. Fő, hogy a csomag meglegyen, nem igaz? Anti nem válaszolt. A két pengőst ott hagyták. Maradt 7.50. Minden 3-4 lépés után meg kellett állniuk, hogy a markukba fújjanak. A szél pedig hasított kegyetlenül. Mit csinálsz, Jóska? Ne hagyd itt! Zokogott fel a kicsi. Nekem ne parancsolgass! Ha nem tetszik, vedd fel és hozzad! Hadd pengőt. A szél szúrós porhó csepelt az arcodba. Anti kitért bátya nyomából. Megcsúszott. Jaj! Mi az? Ijjett meg a bátya. A bokám! Ráestem! Állj fel hamar! Mert este van, és néhol vagyunk! Hóna alá nyúlt, segített neki, de amikor Anti lépni próbált, megint elesett. Már csak ez hiányzott, a szél továbbárta feléjük a havar. Gyere, Anti, hagyjuk itt a fákat, valahogy lejutunk. Anti azonban nem engedett, a fákat nem hagyja, de nem volt mit tenni, végül egy-egy fával a kezükben összeölelkezve tovább indultak. 3 pengő. A szél semmit sem enyhült, sőt, még odabbul szólt a szemükbe a dalát. Nincs már messze, vigasztalta Jóskörcsét. Anti egyre súlyosabban nehezedett rá. Felsóhajtott, eleresztette a karácsonyfát, és mindkét karjával átölelte öcsét. Pengő 50. Kivergődtek az út mellé. Jóska úgy érezte, ha nem pihen, összeesik. Leültek. Jóska, te nézd, a bakkancsom! Lejött a fejelése! Mit szól, édesanyám? Karácsonyfánk is csak ketté maradt. Te Jóska, hol a tied? Elhagytad? Miből lesz a csomag? Ki miatt hagytam el? Mit kiabálsz, mert nem te taknyos? Elhallgattak. Hadd, ne sírjál! Pengő 50-ből megcsináltatjuk a cipődet. Megcsináltatjuk, motyogta Anti. Jóska úgy érezte, elálmosodik. Nem szabad aludni. Aki elalszik, megfagy. Ha! Miért szuszog így a másik? Ne aludj, Anti, megfagyunk! Ugrott fel. Sírva dögönyözte rángatta öcsét. Kézen fogva futamodtak meg az úton, mintha az Anti lába is helyre jött volna. De miért húzatja magát annyira? A karácsonyfa az utolsó. Hát emiatt. Add ide a szemcségit! Add ide! Ne legyen esse! És törni, taposni kezdte a szép kicsi fehér fenyőt. Anti csak nézte elhomályosuló szemmel, aztán lehúzta a kesztyűjét, megtörölte az arcát, és botladozva, Santikával a bátyja után futott. Hamarosan megérkezik világjáró körútjáról, és szeretném, ha meglepnénk őt egy kis ünnepséggel. Parancsodra már suhanunk is. Repülünk, felséges tündérkirálynő. Tündérkirálynő, tündérkirálynő. Könyörgöm, drága mamácska, én is hadd menjek velük. Már halálra unom magam ebben a fényességes, káprázatos palotában. Szó sem lehet róla. Te vagy az udvar legkisebb tündérlánya,
és szeleburdi természeted miatt mindenki csak szélnéz kisasszonynak így. Annyi pajkosság és rakoncátlanság szorult beléd, hogy még esetleg tönkretennél az ünnepségünket. Nekem most mennem kell, és te is igyekezz a dolgodra. Csak azért is utánunk megyek, senki sem tilthatja meg. Majd magamra terítem ezt a kopott köpönyeget, így senki sem ismer föl. Egészen kimelegedtem. Ebben a napcikkal leütöm. Mi lenne, ha ezen a tisztáson állítanám fel a karácsonyfát, mivel hogy ez úgyis télapókérben színű helye? Dermesztő hideg van, valami melegebb hely nincs. Maci, hogy meglepődik majd a hazaérzők, és itt tenálja majd az ajándékait. Igen ám, de mivel készítsük fel a fát? Jaj, erről egészen elfeledkeztünk. Törjük a fejünket, hát ha eszünk bejut valami okos gondolat. Mimi, Süni, Borzi, Maci és Tapsi Füles, végre megvantunk. Ungol Berket bejártunk már, még végre rákot találtunk. De mi baj van? Láttam, hogy nagy gondban vagytok. Bizony, nagy gondban vagytok. Nagy gondban vagytok. Tudod, kedves tündér, a szomszédfejnesből kiszálltuk ezt a fenyőfát, mert a télapú kedvenc pihenőhelye, és te szeretnénk díszíteni számára. De sajnos egyáltalán nem tudjuk, hogy mit is tegyünk a karácsonyfára. Látjátok? Pontosan ezért követte minket tündér királynőt, hogy segítséget ezt legyünk. Egy varázsügy a kéten. Úgy bizony, egy jó kis varázsügye segítségével mindjárt tudunk megoldódni. Hó, pihe és aranycsillag, ezüst dió színes szallag, díszítse fel fenyőfánkat, prit, praj, prúcs. Thank you.
Mármint, hogy ez. Ez ahogy is hívják. Ez az izé, bizé. Szent káposzta torzsa. Hát ezzel meg mi történt? Marha csorték kirkenyak. Ez felháborító. Azt az üres méldes csuprát. Ti már így szeretett tönkretenni a mi gyönyörű karácsonyfánkat. Volna, hogy megint csak Szélvész kisasszony keze van a dologban. Mondd csak, édes lányom, te követted el ezt a tromba tréfát? Igen. Rosszaságot, pajkosságot sok átültem, de most már elég. Azonnal hozz el be, amit tönkretettél, és büntetésből kiűznek a tündérpalotából. Mi pedig menjünk hamar télapó elé. Látod, kedves madárjesztő? Most már én is épp olyan hontalan és magányos vagyok, mint te. Miért is voltam ilyen meggondolatlan? Most együtt ünnepelhetnénk a többiekkel. Ide hallom a vidám kacagásuk. Jaj nekem, most hová menjek? Tegyük vissza a díszeket, madárjesztő. Jaj nekem! Júj nekem! Hát törve a fumok friss jóhajtotról. Miért vagy ilyen szomorú? Jaj! Szomorú vagyok bizony, mert 3 napja nem ettem, nem ittam, nincs egy falat kenyerem sem. Ó, hát emiatt cseppet se búsulj, van én nálam finom kezd. Egyenesen tündérpalotából származik. Na hát, tényleg nekem adod, csak nem tündér vagy meg. Az voltam. De édesanyám, a tündér királynő, elzavart otthonról, mert tönkretettem azt a szép karácsonyfát, amit télapónak szánnak meglepetésül. Csak ugyan? Jaj! Júj! Csak nincs valami bajod. Fáj talán a lábad? Bizony, nem lesz innen. Kisiklott a szánkom, hogy hazafelé igyekeztem. És városaim mindszerre futottak, nekem pedig megsérült a lábam. Na hát, mutasd csak! Jaj! Júj! A tündérpalotában megtanítottak egy-két gyógyító varázsigére is. Encem, bencem, kére, húra, minnyelsebb, a varázsszóra. Megint valami rosszaságot? Éppen ellenkezőleg. Megedett és meggyógyított engem. Igazán hálás vagyok neki. Kérlek, kedves tündérkirálynő, valami követett is ez a kis tündérparancsa, bocsáss meg neki, mert arany szíve van. Legyen, ahogy kívánod. Kezdődjön akkor az ünnepség. Süni, Nyuszi, Kutyus, adjátok át az ajándékokat. Szélike, te pedig gyere, és nyisd meg az ünnepi táncot.
Advent 4. vasárnapján, december 23-án újra összegyűltek városunk főterén mindazok, akik fontosnak találták az együtt ünneplés érzésének erősítését. Az ünnepi műsorban a helyi szervezetek és a gyerekek mellett ezúttal a Szeredás Népzenei Együttes Mennyből az Angyal című műsora segítette az ünnepi ráhangolódást. Kérem, fogadják szeretettel az Általános Művelődési Központ pedagógusainak, diákjainak, a szülőknek, illetve a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Rozmarin csoportjának műsorát. Vezényel Zsoldos Tímea. Szép karácsonyod van végre, minden mi rossz volt, tedd most félre. Nevetésed messze csengjen, arcodat él, rózsát vessen. Boldogság, szeretet költözzön be hozzád, egészség és békesség találjon rád. Minden, mire vágytál, barátom, váljon valóra, őszintén kívánom. Yeah.
Lecsár!
Az apám sem volt más. Most torfityek vállamon, mégpedig karikás. Mi napjában, mikor errefelé jártam, földes úrhoz is bemenni találtam. Levágtam belsejem asztalára, és mondom, töltse meg arannyal, mert a vérét kiontott. Megijedt ám nagyon, és megtömte arannyal. Én meg eliszkoltam, mert jött már a hajnal. Az úton meg hallják, kikkel találkoztam. Azokkal az elátkozott pandúrokkal. Elől a fő pandúr daruszőrű lován, de én a fokosommal úgy találtam kupán, lováról leesett, a földön hempergett. Én meg úgy nevettem, a könnyem is kiesett. Kivágtattam a síkra, mint acélból a szikra. Kis pejlovam jégre futott, kitörött a lába. Én így maradtam egy ingbe gatyába, mint a fűszál a réten magába. Állj félre, barátom, én is hadd beszélek. Ilyen nagy kófisztól én bizony nem férek. Bajuszomra mondom, jó katona voltam. Sok véres csatákban, sok vitézt levágtam. Apám, fényes kardja villog a kezemben. Bátorság szikrája csillog a szemekben. Majd, ha jönnek a háborús napok, fejparipámra én bizony felkapok. Hoppisztó! Lám, én is itt vagyok. Farkasbőr bundámon a lyukak oly nagyok. Azt is az éjjel szabták rajta a farkasok. De én rajtom nem igen szabhatták, mert én jó pásztor vagyok. Sütik a malacot, jól érzem a szagát, talán nekem adják a jobb hátúsó combját. Hopp! Valami csőrenést hallok a konyhába, talán a jóképű szolgáló lány esett a mostékos dézsába. Ülény, úgy áll a két lába, mint az eke szarva. Ráillik a tulipántos, piros szárú csizma. Ez no. Nekem ez még mind nem elég. Jó. Hát az öreg! Úrban öreg! Az öreg! Jó! Odakint tolja a szekeret, rajta a heti kenyeret. Kínjába már 7777 felé rágta a tengelyvégszeget. Szivonau remete, tevén bolond gyerebe, jó tűzég ide be! Nem megyek be félnek, hogy a 7 méteres kolbászt a bokámra tekerite! Ne féljen, Kent, nem olyan serény itt a házi asszony! No, jöjjön be, Kent, öreg apó! Nem megyek én, mert félnek, hogy a pelikulacsot a kezembe nyomjál! Attól se féljen, Kent, mert nem olyan szíves itt a házigazda. No, jöjjön már be, Kent, öreg apám! Megyek már, megyek, csak kisátok ki az ajtót, mert nem lelem az ajtó kilincsét. Hát keresse, Kent, a sarkánál! Ó, fiam, a kecske szarvána! Nem, öreg, a sarka fele! Hát tudom már, Máté szalko fel! Nem, nem, öreg, mondom, hogy a sarkánál. Én is ott jöttem be. De vigyázzon, Kent, öreg apám, mert előtte egy 999 öles négy árok van. Bele ne essék! Látom már. Jöjjön már, öreg, jöjjön! Hopp! Hely, mikor én még 999 esztendős voltam, ilyen árkokat vígan átugrottam. No de szerencsés, lencsés, püstölt kolbászos, gilice tüskés, rozsbarintos, vacsilántos, jó estét, kedves gyermekek! Jó estét! Jó estét, öreg! Hát ti ideben, este, biztos, torpízó! Az öreg apátok Vin Penises bajszál. Még rá se gondolt? Se nem eszünk, se nem iszunk, se nem dorbézolunk. Mindig csak madára gondolunk. Adjatok egy pohár bort hamar, elém ám bejártam, amer
Amerika, Afrika, filozófia, mégse köptem sehol egy pohár pálinkát. Na, akkor igyom, kendő öreg apám, jó szívvel adok. Aj, köszönöm, fiam. Mind a magáj. Ilyen hidegben jól jön ilyenkor. Ne sajnál. Húzza meg öreg, igyom, mind a magáj. Igyom, apám, no. Igyom, fiam, befagyom. Te csodálkozzon rajta. Ám, lám, ilyenek ezek a mai fiatalok. Üres fenékkel adják nékem ide a kulacsot. No, de nem baj, mert éppen most jöttem egy híres vendégfogadóba. Aztán mi volt a vacsora, öreg? Jó! Lócska! Fiatal egérnek tüdeje máj. Irántott aztán a fiat, füstölt ki mindeszkot, rakott olja fészek, meg a szúnyognak az auta a bordáj. Mind a hasamba csúszott. Öreg, járt kent iskolába? Ne jártam volna. Iskála! Hat lovat pucul! Az idő alatt 9 pár szalma a papucsot kiütteni. Ismeri kent? A betűt! Ó, azt jól ismerem, fiam. No. Aztán a csíkos hátú lapos tetőt. Azt mondja meg, tud-e silabizálni? Azt tudok legjobban. A sutátulján egy vínasszonya, a pipán. Na, öreg apám, azt mondja meg akkor nekünk, hány az óra? Várjál, már nem látom. Kotorászok. A dokszát. Három negyed, földre, feküdjünk le a földre. De mielőtt lefekszem, vetek magam alá egy keresztet, hogy az ördögök el ne vigyen. Kenyerem bátorba, ne vigyenek engem kálóba, arra nagy sanyarúságra, hanem vigyenek engem Debrecenbe, arra jó búza kenyére. De jó lenne az öreg fasár. Hanem most már fújjatok el egy cipéneket, altassátok el az öreget. Menni ki.
Na, mondod, fiam, valamit enni kéjjes. Nem úgy, öreg? Azt mondom, menni ki! Nehogy megyek én el a jó meleg helyre, alig bírtam felmelegíteni. Csapófát az öreg alá! Csapófát az öreg alá! Úgy van! Hogy? Emelkedjen csak! Hey! A nagyanyátok térje kalács alá! Nem kell az én testem alá! Hip-hop! Már fenn is vagy! Mit álmodtál, öreg? Egy kis kurtát aludtam, igen hosszút álmodtam. Betlehem városát nagy tűzbe láttam. Álmomban azon a nagy tokai hegyen jártam, ott rájöttem egy nagy tökre, lehengeredtem a lökbe, ott láttam egy szúnyogot. Nagyon volt egy, az aka zsírja egy akaunál, szalonálja meg egy tonnánál. Aki ezt elhiszi, szamarabb egy lónál, ides kedves gyermek. Jöjjön kedd öreg apám, Betlehembe kis Jézuskát imádni. Nehogy megyek én Debrecenbe piros pipát csinálni. Nem öreg, hanem Betlehembe kis Jézuskát imádni. Nem megyek én Debrecenbe sauspercet ropogtatni, amivel ropog. Öreg, akkor legalább nézzem be a Betlehembe. Itt fekszik a kis Jézuska a jászolba. Na, jöjjön már, látogassa meg. Miféle mennybéli világosságot látok én oda be. Hé, öreg, jöjjön már közelebb. Itt fekszik a kis Jézuska meg Szűz Mária. A jászolba be vannak takarva. Micsoda? Kis Rézmiska, Szűcs Mariska. Az óhátuljánál be vannak kaparva, adjad már. Nem a kis Rézmiska meg a Szűcs Mariska. Értsen már a szóból. A kis Jézuska meg Szűz Mária. A jászolba be vannak kaparva. Aha, látom már. Hát az a nagyfülű ott micsoda? Az olyan szamár, mint kent. Szamár hátam az éjszaka, drága gyermekeim. Hát az a nagy szakálló, az kicsoda? Az? József! Rossebb! Nem rossebb! József! Na József! Akinek 100 forint van a zsebibe, nékem egy lyukas két rajcára sincs. Hanem az a nagy szarú, az micsoda? Az? Ja, hát az meg olyan ökör, mint maga. Ökröm a bundába, ides kedves gyermekeim. Aztán, melyik az a kis Jézus? Az a göndörben, de ott a jászó? Na, az lesz az. Őt imádjuk. Óferáljon neki valamit. Kis Jézuska, te borzas vagy! Már a bottófésűvel haragdott, hanem tudod mi? Hoztam neked egy köcsök kenyeret, meg egy kölej aludtej. Jól tudom magamról, hogy szereti a gyermek. De nem adom ám neked. Inkább én eszem. Fényes, síges, farkas lik. Na, mit láttál öreg? Ízoklibá! Na megint! Masbográsba van! Az alá kéne konyhasom! Az lenne az öreg hasába nagyon jó! Öreg! Tudsz keresztet vetni? Hogy ne tudnék, fiam! Gyókós! Lóthús! Meleg cipó, meg egy kulacs bor! Hasamba fuss! Nem úgy, öreg, nem úgy! Mondd utánam! Az atyának, fiúnak, szent lélek Istennek nevében. Ámen! No, próbálj! Ezt ugye végig. Az atyának, szent lélek Istennek nevében. Ámen! Öreg, hát a fiú humorad! A fiú? Oh. Az is ott van, ott tartja a kolbászos zsákot a padból. Öreg, na azt mondja meg akkor, hány éves? Ásorolom, fiam. 63, fogam sincs már csak 3, fejem nagyobb
megy vikásnál, hajon fehér ebb a hattyú tollánál. Adjátok össze. Hanem idős drága gyermekei, no. Azt a vidám táncos nótámat el tudnátok-e csicseregni? Aztán minek öreg a tánc meg a nóta? Hát a fél lábad már a koporsóban. Mive idős fiam, a boros hordó? Koporsóban öreg, azt mondom a kutya minden. Na azért én mégis megpróbálnám az a két körben lábaimmal, meg ezzel a vin penészes bajszommal, ha zengedeztek egy vígének. Zengedezünk, öreg, csak aztán vigyázzon, az ügyeletet kire hívják magához, ha itt ugrál egy nagyon. Na, zengítek a bolhákból, ha maradottjak mindenki. Na, hagyj nézzük! Rántak a meg a bombát! Hadd bevegyél a bombát! Thank you.
mai műsorunk véget ért. A vendéglátó támasz szociális alapszolgáltatási központ dolgozói és klubtagjai, valamint a mézes kalács készítő versenyen résztvevők szeretettel várják Önöket forró italokkal és édességekkel. Köszönjük Házi Lajosnak és munkatársainak az adventi vasárnapokon készített meleg italokat és sültököt. Köszönjük megtisztelő jelenlétüket a rendezvényeinken. Városunk vezetése nevében áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves jelenlévőnek. Karácsonykor valahogy máshogyan szól az ének, hiszen Jézus születésével földre szállt az igazság és az élet. Megtörtént a csoda. Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni. Márai Sándor szavai ma is aktuálisak. Kedves nézőinktől ebben a soha el nem múló reményben búcsúzom, és engedjék meg, hogy áldott békés ünnepeket és mosolyban gazdagabb új évet kívánjak Önöknek, a Kabai Városi Televízió valamennyi nézőjének. Búcsúzom nézőinktől és a 2012-es esztendőtől. A jövő héten, a jövő évben, szerdán már új műsorral várjuk Önöket 18 órától a képernyők elé. Köszönöm egész éves kitüntető figyelmüket, viszontlátásra! Találkozunk jövőre!